Habár egyre több nő részesül ugyanolyan oktatásban és szerez képzettséget, mint a férfiak, ugyanazért a munkáért a nők átlagosan még mindig kevesebb fizetést kapnak. Emellett alulreprezentáltak a vezetőbeosztásokban, ahol az EU-ban negyedével, Magyarországon pedig harmadával kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Ezzel párhuzamosan egyre több szó esik arról, milyen szerepet kellene vállalnia a nőknek a társadalmi munka megosztásban. Valóban súlyának megfelelő mértékben becsüli a társadalmunk azt a munkát, amelyet az asszonyok végeznek a családban. Ezekről a témákról is szó esett azon a kétnapos rendezvényen Tolnán, mely a Vidéki Nők Napja címet viselte, és melyet a Magyar Női Unió szervezett. A 6. alkalommal szervezi meg a Magyar Női Unió a Vidéki Nők Nemzetközi Napját. Tolnán már harmadszor vagyunk, minden évben vissza-vissza járunk. A Tolnán részt veszünk a Csakpontban, mint partnerek, és ott is az a cél, hogy a fiatal kisgyermekes családanyák, nem kell, hogy fiatal legyen, tehát a kisgyermekes családanyák, hogyha szeretnének, akkor vissza tudjanak menni a munkaerőpiacra. Ez nem kötelező, hanem csak egy lehetőség, és mi képzésekkel, akár gyermekfelügyelettel, akár jó tanácsokkal látjuk el. Ebben az évben, ez a 2020-as év, ez azért mindenki számára egy megpróbáltatás volt, és itt a pandémia azért az egész évre rátette a bélyegét, és a célunk az az, hogy bemutassunk akár, mint Magyar Női Unió, hogy milyen innovatív megoldásokat találtunk, hogy lássuk azt, hogy kire lehetünk büszkék, ki hogyan vészelte ezt át, mert a pandémia is ezt mutatta meg, akár számomra, de hát szerintem nagyon sok nő számára azt mutatta meg, hogy a család a legfontosabb, és a családi egység az, amiből táplálkozni tudunk. Az elmúlt évtizedek a rendszerváltást megelőzően más szerepeket szánt a nőknek, és ennek hatásai ma is érződnek. A rendszerváltás óta eltelt 30 esztendő, és épp itt az ideje annak, merjünk erről beszélni, mondja az egyesület vezetője. Én a konzervatív oldalról közelítem meg, és én is 3 gyermekes családanya vagyok, de az életnek a kihívásai, tehát a női szerep azért az alapvető a család és a gyermekeknek a gondozása. Na most, mint családot azért azt is mondjuk, hogy abban benne vannak a gyermekek, benne van persze a férj, jobb esetben, mert azért erről is kell beszélni, hogy sajnos azért nem ez az általános manapság, de közben ott vannak a szülők, tehát egy másik generációval való gondoskodás, ápolás akár. Tehát nagyon sok minden van a nőkön, és nem beszélve arról, hogy emellett nekik azért, tehát egy kereset nem elég egy családban. És mondom, megint csak ez az, hogyha nő-férfi, tehát apa, anya, gyerekek, egy ilyen családról beszélünk, de nagyon sok a csonka család. Magyarországon 300 000 csonka család él, és tehát hogy annak a nőnek mindent meg kell tennie. A kérdés, át kell-e értékelni saját szerepüket a nőknek a családban és a társadalomban egyaránt? Szerintem nem kell átértékelni, de büszkék legyenek a hölgyek és az asszonyok a saját szerepükre, és nyugodtan megveregethetik a saját vállukat, hogy igen, én ezt jól csinálom. És ami szerintem a mai világban nagyon kevés helyen látom, a felelősséget, hogy a felelősséget merik felvállalni, és elvállalják. Tehát pont az, hogyha megnézzük, hogy nagyon kevésen mernek családot alapítani, mert az felelősséggel jár. Hogy erről, hogy a nőknek a szerepe, és mondjuk nem is csak a kormány, hanem az egész világ egy olyan hatással van, meg egy kicsit átalakulóban, hogy a nő kezd a helyére kerülni. De ha a nő nem tesz magáért azt, hogy a helyére kerüljön, tehát nem mástól kell elvárnunk, és például a Magyar Női Uniónak is ez is egy feladata, hogy merjük ezt felvállalni, hogy a nőket, az őket megillető helyre helyezzük. Tehát mi magunkat kell, hogy oda helyezzük. Manapság, hogyha megnézzük a családpolitikát, azért nagyon sok segítséget kapnak a családok, és hát a családon belül a nők is ahhoz, hogy merjenek gyermeket vállalni. Én jó magam 3 gyermeket vállaltam, és nem azért, mert családpolitika volt, ami segített engem, hanem a felelősséget felmertem vállalni. Igen, ez néha nagyon nehéz, de megyünk előre. És szerintem megint csak a pandémiára vissza, hogyha az életben vannak úgymond nehézségek, szóval az embernek az első, ahova vissza tud nyúlni, az a családja.
Abban, mondja Batthyány Schmidt Margit, hogy a nők visszataláljanak a saját szerepükre, a férfiaknak nagyon sok támogatást kell adnia. Mert ha boldog egy nő, akkor boldog lesz a mellette lévő család, és akkor ez kihat az új generációra is.